Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura televízió kedves nézőit. Más hang szeretett társadalmásunkban Kovács Magyar András barátommal beszélgetünk. Most már egy jó kis adás után vagyunk, egyébként teljesen fel vagyunk domba itt az eseményekkel kapcsolatosan. És elmondom, hogy ma a vírusokról fogunk beszélgetni egy kicsikét. És ennek az előzménye az, hogy 2019 májusában, talán valami ilyesmi, ugye? Jó az átom, igen. Volt egy VNTV és Kombucsa közös fesztivál, az utolsó élő, reméljük mindenről lehet újból élőket csinálni, és akkor András előjött egy témával, és elkezdett vírusokról olyan mélységekig beszélni, amit ott a hallgatóság is nagy részének teljesen idegen és új információ volt, és nem sokkal utána ez lett a legfontosabb téma az életünkben. Hogy jön ez, hogy kapsz ilyen információkat, vagy hogy jön ez benned, hogy neked most ezzel kell foglalkoznod? Szellemi vezérlésre. Már rég letettem arról, hogy én saját okosságaimat fújjam, hanem szellemek tanítanak, nagy szellemek, mentális világokból, és ők sugalták, hogy erről beszéljek, a vírusokról, és ne úgy, hogy megfélemlítsük ezzel az embereket, hanem a megoldást is mondjuk el. És ezen az előadáson én elmondtam, hogy a vírusokkal hogy lehet leszámolni. Eltelt egy év, másfél év, és jött a mai krízis helyzet. És többen fölteszik a kérdést, hogy mi ebben nekem a véleményem. Én ezt a vírus járvány előtt másfél évvel elmondtam, hogy mit üzen a szellemvilág, és a megoldást is mindenki tudtára adtam. Ha most megismételnéd ezt? Én évekig az emberek fizikai problémájával foglalkoztam, mint csontkovács. Magyarországon egyetlen csontkovács voltam egyébként. Ma már olyan nyugodt szívvel látom, hogy a legújabb filmekbe, könyvekbe most már ez egy teljesen elfogadott tudás, ami valójában nem is egy fizikai módszer, csak annak látszik. Aztán ahogy teltek az évek, 25-30 év alatt láttam, hogy az embereknek nem azért fáj a dereka meg a háta, mert megemeltek egy mázsás zsákot vagy egy nagy súlyt, hanem a mentális problémáiktól. 30 év alatt rengeteget romlott az emberek mentális állapota. És minden figyelmemet arra fordítottam, hogy tudnám az emberek önanalízisát, a figyelmét úgy fordítani, hogy magukra figyeljenek. Ilyen jó mód még a világban nem volt, mint ma van. Sokkal többet kap az ember, az emberiség, mint amit érdemel. Bár sokan elégedetlenek, hogy ők keveset kapnak az élettől, de ha mérlegre tenné, hogy ő mit ad és mit kap, akkor belátná mindenki, hogy sokkal, de sokkal többet kap, mint amit ad. Nagyon sokan azt nézik, mit tudnak kivenni a dolgokból, és kevesen nézik azt, hogy mit tudnak hozzátenni. Két erő működik a Földön, az egyik elveszés a rombol, a másik teremtés ad. És el kell döntenünk, hogy mi melyik erőnek akarunk a képviselői lenni. Ha ebbe hoztunk egy döntést, akkor odafentről az az erő, akinél mi letettük a voksunkat, segít, vezet, irányít, és előre elmond dolgokat. Ezt úgy hívjuk, hogy prekogníció. A legegyszerűbb módját ennek hagy mondjam el. Az emberiség nagyon sokáig teljesen természetes kapcsolatban volt a szellemvilággal. Sziluettként látták a szellemeket, beszélgettek szent helyeken, szertartásokon a szellemekkel, oda-vissza. Aztán az elmúlt néhány ezer évben teljesen elvágták az ember tudatát a szellemvilágtól,
És maradt még egy kapu, ez az álmok kapuja, ahol a szellemvilág álmokat sugalt nekünk, előre fölhívta dolgokra a figyelmet. És itt megint a tudomány gyártott altatókat, kedélyjavítókat, amit ha valaki beszed, akkor megszűnik az álomra való emlékezete. És arra is rájött a tudomány, hogy ha valaki két napig nem álmodik, akkor feszülté, ingerlékenyé válik, nem találja a helyét, újabb gyógyszereket szed be, és az utolsó kaput is elzárták önmagunkhoz, ahhoz, azaz a szellemhez, azaz Istenhez. És én az embereket igyekeztem megtanítani, álmodni, újra fölvenni a kapcsolatot magukkal. Igyekeztem a mentális erejüket visszahozni, de ehhez tanulásra van szükség. Megerősíteni őket mentálisan ahhoz, hogyha eljön egy helyzet, akkor ők erősek legyenek. Népes táboron van. Akik ezeket a prekognitív előrejelzéseket tudomásul vették, mert nagyon sokan hallották az általad szervezett előadáson, filmeken, több tízezer, százezer ember láthatta ezt az előrejelzést. És aki megfogadta, hogy odafigyelt a testére, az energiáira, az érzelmeire, a gondolataira, a kapcsolataira, a lelkére és a szellemére, a járványhelyzetbe különösebb probléma nem érte. Nekem egyetlen tanítványom nincs, aki a Covid-ba belehalt volna. Még csak el sem kapták. De ehhez egy nagyon komoly felkészülés kell. Ehhez tenni kell. Soha nem kérdeztem meg senkitől, hogy beoltották vagy nem oltották be, mert mind a két embernek segíteni kell, azt is, akit beoltottak, és azt is, akit nem oltottak be. Ez a Covid egy vírus. Ez egy program. Mindenkit érint, az egész föld lakosságát érinti. Covid ellen nincs ellenszer. Azért most nem fogok ellen mondani magamnak, de van valami, ami ellen tud neki állni, és az az immunrendszer. És nem várhatjuk azt, hogy kapok valamit, és én nem kapom el ezt a betegséget, hanem föl kell készülnöm, hogy olyan erős legyek, olyan legyen az immunitásom, a mentális erőm, hogy meg tudja küzdeni ezzel a problémával. Miért van az, hogy egyik ember elkapja, a másik nem kapja? Lehet valaki olimpikon mégis elkapja, mert attól, hogy ő erős, izmos, ki tudja, milyen a lelki élete, milyenek a kapcsolatai, ki tudja, milyen az ő láthatatlan világa. Égi sugallatra sikerült egy olyan berendezést létrehoznunk, amely 30 másodperc alatt letapogatja az embernek a láthatatlan testét, a láthatatlan világait. Nem csak a fizikai testét, az energiáit, az érzelmeit, a gondolatait, nem csak a lelkét, hanem a szellemét is. És egy önképet kaphatunk magunkról, olyan, mintha tükörbe néznénk, és látjuk a gyenge pontjainkat, saját magunkét, nem a másikét kutatjuk, a magunkét. És hogyha ezeket a dolgokat rendbe rakjuk, egy önfelismeréssel, egy önképzéssel, egy előrelátással, jön egy helyzet, és kibírjuk. Néhány évvel ezelőtt a vírus előadáson erről beszéltünk, hogy lehet egy vírust felismerni. A komputeren minden vírust kimutat, amit a szervezetben van. Kimutatja a baktériumokat, kimutatja a gombákat, kimutatja a lelki nehézségeket. Kimutatja, hogyha egy sokkos állapotom volt, egy nehéz helyzetem, amit egy emléksúlyként hordok a lelkemen. És mindenkinek természetesen a magájét mutatja ki. Nincs két egyforma mérés, nincs két egyforma ember. És a megoldást is. Hogy ahol valahol rést üt rajtunk, lehet az egy érzés, egy gondolat, egy kapcsolat, egy szellemi erő, vagy éppen egy vírus,
az hogyan lehet befoltozni, hogyan lehet megoldani, hogy lehet elé menni. Mert ha van egy helyzet, még mindig meg lehet oldani, de ha én elé megyek, akkor még könnyebb a dolgom, ez a prevenció. Most, amikor mindenki találkozhat itt egy vírussal, elé kell menni, szólni kell a tudatnak, hogy erre számítunk, erre különösen figyeljen, oda föl tud készülni. És ennek a vírusnak megvan az információja, ugyanúgy, mint egy herpes vírusnak, vagy egy szuperbaktériumnak, egy streptococcus pyogenésznek, megvan az információja. És most persze megkérdezhetnéd, hogy miért nem tudja ezt magától a szervezet. Hát nagyon egyszerű a válasz. A vírus úgy van kitalálva, hogy becsapja a szervezetet. Bejön és nem ismeri föl. Ezért kell nekem fölismertetni. Tehát túl kell járni az eszén. A vírus az egy program. Egy emberek által, vagy a természet által meggyártott program. De a programtól van egy magasabb szintű dolog, a teremtő információ. És a teremtő információval fölismertethető ez a bizonyos program. Megoldható, és prevencióval kikerülhető. Ez volt a néhány évvel ezelőtti előadásomnak a néhány sarokköve. Uh-huh. A kérdés vetődött föl, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy amikor kapcsolatot teremtesz intuíció révén a szellemvilággal, stb., az agyunk folyamatosan zakatol, üzemel, és ő is folyamatosan információkat akar neked adni. Hogy tudod szétválasztani, hogy most melyik síkon működsz? Annak idején én is elmentem Indiába, mint ahogy nagyon sokan, mert úgy gondoltuk, hogy ott majd választ kapunk a kérdéseinkre. Ha más nem is, egy dolgot megtanultunk, csöndet teremteni magunkba. De attól még nem történik semmi. De ez a csönd előfeltétele annak, hogy az elme ne saját gondolataival kereskesse meg saját magát, hanem a csöndbe lehetőséget adok egy álomszerű állapotnak, ahol ugye becsukom álomba a szemem, a fülem, az érzékszerveimet, mindazt, ami az elmét irányítja, és nem saját gondolatokkal, ötletekkel bombázom magam, hanem csöndet teremtek, és hagyom, hogy egy víziót kapjak. Tehát a képzelet és a vízió között hatalmas különbség van. A képzelet az a te, vagy az én elmémből jön, amit én elképzelek a jelenlegi tudásom által. A vízió az kintről jön. És ez a vízió, ez a teremtőtől jön. És ennek a víziónak a fölfogása, látása, emberi nyelvre történő lefordítása, ez az én feladatom. Ez történik álom esetén is. És ennek egy sokkal, de sokkal kifinomultabb módszere, amikor már bejártam ezt az utat ezerszer, egymilliószor, akkor egyszer csak csöndet teremtek magamba, és szólnak hozzám. De ehhez ki kell alakítani azt az életpályát, azt a hitet, hogy ezek a valakik megkeressenek. Kezdetben, amikor a szellemekkel kezdtem beszélgetni, jött mindenféle szellem. És mondtak okos dolgokat, butaságokat, és nemet kellett mondanom bizonyos szellemeknek, de ezt föl kellett ismerni. És egy idő után kialakult egy szellemcsalád, aki keres. Én ma 12 nagy szellemmel beszélgetek, és ha lehet úgy mondani, a teremtés legmagasabb két szintjével még, és mások nem is nagyon keresnek meg, és ezek a szellemek nem is hagyják, hogy mások megkeressenek. Földi létezésük volt ezeknek a szellemeknek? Földi létezéseik is voltak. Ahogy ezt Mátyás király megfogalmazta, Istent csak szentjeiken keresztül tisztelhetjük.
És hogyha most veszünk egy ismert szentünknek a leszületését, annak jó néhány leszületését ismerjük, hiszen ő egy szellem volt, csak több testben. Ha megengedsz egy példát. Igen, szeretnék is. Például Jézus urunk idejében élt Boldizsár király. De ő volt Mátyás királynak a szelleme, ő volt második Rákóczi Ferencnek a szelleme. És amikor beszélgetek mondjuk az ő szellemével, akkor tudom, hogy ő neki ezek az ismert életei, és még el lehetne mondani 100-120 életüket, csak azok olyan korokban voltak, amikor már nem is tudjuk, hogy kik voltak ők, de például azt mondom, Apollón Isten, ő is Mátyásnak a szelleme volt. És ma ismersz olyan embereket, akiknek a szellemeivel esetleg valamilyen kapcsolatod van? És élő testben is vannak? Ezt még egyszer, hogyha... Oké, azt mondjuk, hogy minden élő lény egy szellem hordozója, igaz? Így van. Tehát elvileg, most szemtelenkedek, hogyha Jakab István szellemével szeretnél találkozni, nekem ahhoz nem kell most épp a szellemvilágban fizikai test nélkül léteznem, hogy itt a Földön egy szellemi kapcsolatba tudjak veled lépni, nem feltétlenül tudatosan hozzáteszem, hanem az a szellem, ami bennem él és dolgozik, igaz, létezik, az elvileg egy másik síkon neked tanácsadód lehet, vagy konzultációs partnered. Bármikor fel tudom veled venni a kapcsolatot, és fel szoktad is veszem. Szoktam is, és ezt úgy képzeld el, ha te engem megkérdezel, hogy mondjuk én kint vagyok Los Angelesben, vagy András, nézd már meg, hogy miért fáj a térdem, vagy mi bajom lehet, hogy akkor meghívom a szellemedet, és én ezt ővele beszélem meg, mert ha tudnád, akkor nem kérdeznéd. Na, a szellemet tudja, csak az elménk nehezen tudja lefordítani. És hogy ez hihető legyen mindenki számára, megalkottunk a szellemvilággal közösen egy Matrix Drops kompjútert, amelyen keresztül bárkinek a szellemét megidézhetjük, és bárkinek a szellemét megidézve elmondhatjuk, hogy hol vannak benne görcsök, szorongások, feszültségek, problémák, anélkül, hogy jelen lenne az illető. Ez egy abszolút valóságos kontakt. Most azon kívül, hogy megvesz egy Matrix kompjútert, mekkora gyakorlat kell ahhoz, hogy ezt adekváltan tudja használni? Némi gyakorlat kell, de a berendezés úgy lett megalkotva, hogy egy 9 éves gyermek is tudja alkalmazni, kezelőbarát. És ha rágondolok valakinek a szellemére, akkor egy fél percig tudjak csak vele foglalkozni. Te is tudod, én is tudom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert millió ötletünk lenne fél perc alatt, de egy néhány hetes, hónapos gyakorlással ez elérhető, hogy fél percig csak egy dologra gondoljak. És ahogy én csak az illetőre gondolok, bár soha nem láttam, de tudom a nevét, meg hogy hol lakik, vagy tudom a nevét, hogy hány éves, a szelleme megkeresi az ő szellemét, és a kompjúteren már az ő gondjait, problémáit, tulajdonságait, alkatát képes diszplére kitenni. Ugye ez egy nagy közös információs mezőben egyek vagyunk mindenkivel, ezek érdekel. Térjünk vissza egy kicsit a vírusokra, jó? Tehát, hogy most adott egy probléma, ugye két csoportra osztottuk, egyrészt aki benne volt a betegségben, és utána maradnak különféle tünetei, illetve aki oltást kapott, és ezeknek vannak bizonyos mellékhatásai, ami igenis kihat az egészségére, és hosszú távú problémákat okozhat esetleg. És ezt egyféleképpen kezeled, vagy ez külön program? Hasonlóféleképpen kezelem. Egy biztos, hogy ez a vírus egy információ zavart képez bennünk, és számomra, most hagyd mondjam úgy, mint kvantumfizikus számára, az információ zavar a lényeg. Az, hogy éjjel-nappal ezzel foglalkozik a világ, ez mindenkit érint. Azt is, aki elkapta, azt is, aki nem, mert valahol mindenki elkapta információ. Mindenkiben van egy zavar. Aki nem oltatta be magát, azért van benne egy zavar. Aki beoltatta magát, azért van benne zavar. Aki csak hallott róla, a félelemtől van egy zavar. Mindenkit érint. Ez egy program.
van egy olyan mátrixom, ha most leegyszerűsíthetem, hogy ha szeded, akkor ezzel az információval föl tudsz készülni, és ki tudod egyenlíteni a magadban lévő zavart. Van egy olyan információs készítményünk, ha valaki kapott egy oltást, és az ő autonómiájába, az ő információs testjeibe zavart okozott, ki tudjuk egyenlíteni. És van még néhány olyan speciális dolog, amire még speciálisan rá kell, hogy hangoljuk a szervezet, ilyen például a grafén, amivel te veled beszélgettünk körülbelül egy 10 évvel ezelőtt. Jézusom. Egyszer jártál nálam egy elit klubba, és ott elmondtad nekem, hogy a grafitnak egy különleges változata jutott el hozzád, egy meteorit származékból. Akkor már a grafit megmutatta magát, és utána jött a grafén, amiből fantasztikus elektronikát, ruhát, mindenfélet tudnak csinálni, és belekerült az oltásokba, és belekerült a maszkokba is. Most a grafén szervezetbe történt információ zavarát külön meg kell, hogy oldjuk, és meg is tudjuk oldani. Ez számomra mindig egy információ zavar. És ha fölismerem, fölismertetem a tudattal, és a tudat képes a szervezetből kitakarítani, rendet csinálni. Ami talán az egész járvány idején a legérdekesebb jelenség volt, több száz gépünk Japántól, Afrikáig, Egyesült Államoktól, Angliáig működik, és a kollégáim azt tapasztalták, hogy azok az emberek, akik nincsenek beoltva, a komputer mégis kiírja azokat a tüneteket, azokat az információs zavarokat, amit az oltott embereknél tapasztalunk. A kollégánál, családtagnál, egyebeknél. És meglepve tapasztaltuk, hogy hogy lehet ez, és a New York Times-ba kaptunk rá választ, ahol egy orvostársaság összegyűlt, és a New York Times leközölte, hogy azok az oltatlan emberek, akik oltott emberekkel együtt vannak, ugyanazokat a tüneteket produkálják, mint az oltott emberek. És ekkor jött össze akkor következett be az a pont, amikor a tudományosan megfigyelt dolgok egyértelműen ugyanazt mondták, mint amit az általunk mért mérési eredmények produkáltak. És ennek szerinted mi az oka az, hogyha együtt élsz egy fertőzöttel, ugye eleve félsz, tehát ez egy konstellációt csinál a szervezetedben, állandóan félelem állapotában vagy, hogy te ne kapd el, illetve félted azt a szeretetet, akivel együtt élsz, de mindenféleképpen abba az információs mezőben vagy, amit ez a dolog létrehozott. És ez a zárszó, és ez a lényeg, hogy ugyanabba az információs mezőben vagyok. Ha a te aurádban benne van egy oltási információ zavara, az aurádon keresztül átiródik az én aurámba, az én információs terembe, és én bennem is mérhető. Ezek mérhető dolgok, mert ha ezt én most elmondanám, mint elképzelt dolog, akkor talán igen, talán nem, de amikor ezt meg tudom mérni, akkor annyit tudok mondani, ez van. De te elvileg azt mondod, hogy kétfajta matrix drops információt fejlesztettetek. Igen. Ami az egyik mire szól? Egyik, hogy mivel járvány van, én folyamatosan szedem, és a tanítványaim is. Tehát ez az immunrendszeredet tartod maximális igen, szinten. Hogy ne kapjam el ezt a vírust, hogy az immunrendszerem tudja, hogy erre számítania kell, fog jönni ez a vírus, hogy becsapja. Mert a vírusnak a működési lényege becsapni a szervezetet. Tehát folyamatosan figyelek. Na most, hogyha valaki oltást kapott, akkor abban már keletkezett egy autonómia megsértési zavar, akkor arra van egy másik mátrixunk, amivel azt hozzuk egyensúlyba. És itt most senki ne a hatóanyagra gondoljon, hanem minden oltásban vannak mellék dolgok, amik mellékhatásokat váltanak ki. Itt mindenki tudja, hogy vannak alumínium, higany, timeroszál, embrió, bizonyos vírusok,
és speciálisan megvan, hogy milyen oltásban mit tesznek, és ezeket a mellékhatásokat, amik ezek a mellék dolgok, amik zavart okoznak az információs terünkbe, ezt nekünk vissza kell, hogy állítsuk. Tehát egész más, ha te elkaptál egy vírust, vagy hogyha beoltottak. Ez két külön történet, csak azt mondjuk, hogy a Covidról szól. Ugye, van egy olyan hatásmechanizmus, hogy az inhibitorokon keresztül rácsatlakozik a sejtre, ez az mRNA-s dolog, hogy be tudjon jutni magába, a DNS-be befolyásolja, és utána ezek morzsáként ott maradnak a testben, egyébként rengeteg egészségügyi problémát okoznak, hogy fizikai szinten tesz-e bármit is ez, vagy csak igazából az információ szinten egy ilyen problémát hogy old meg, hogy mRNA-sekkel hát fele van az megvan az mRNA, tehát megvan az mRNA-s információja. Én ha azt odaadom egy embernek, akkor az szépen 3 hónap alatt visszarendezi az ő RNS-ét. És vannak mérési eredmények, amiket folyamatosan leközlünk. Most a Matrix honlapunkon egy erdélyi fogorvos van, aki megkapta az oltást, és a komputer egy száma van ennek, 650-es Matrix Drops jelezte, hogy 99%-os információ zavar van. És folyamatosan mértük a doktornőt, és 2 hét múlva, 1 hónap múlva csökkent a zavarnak a mértéke. 99, 86, 54, 3 hónap után, 3 hónapnál egy 18% volt, és utána mértük, és már nem volt információ zavara. Nagyon érdekes kérdésem, mert mondtad, hogy Japántól Erdély gépek vannak. Ezek információ szinten milyen módon vannak összekötve? Gondolom nem elektromosan, hanem hogy kommunikálnak ezek a komputerek egymással? Mindegyik offline. Tehát az adatokat én nem viszem fel a felhőbe, hogy abba bárki is buvárkodhasson. Megméri mindenki magát, vagy egy ember megmér valakit, és ott a vége. És ezeket az adatokat ki lehet nyomtatni. A frissítések, mindig amikor megjelenik egy új betegség, vagy egy új vírus, az bekerül a felhőbe, és az letölthető, hogy valaki bekapcsolja a komputert, az új adatok rögtön letöltődnek a gépére, és másnap már tudja mérni. Én arra gondoltam, hogy a Japánban egy bizonyos betegséggel kapcsolatos név nélkül, bármi nélkül információt, hogy megossza a rendszerben lévő többiekkel, akár a felhőn keresztül. Csak én tudom bevinni a felhőbe, mert itt egy nagy zavar lenne. Képzeld, valaki bevinne valamit, ami nem úgy van. Ezt egyedül én tudom programozni, csak nekem van ehhez hozzáférésem, és ha megjelenik mondjuk Afrikában egy új betegség, azt én elkészítem információba, föllövöm a felhőbe, és már másnap tudják mérni ezt a problémát is. Mi a félelemnek az információ tartalma? Ugye, mert itt a betegség legnagyobb problémája a félelem, ugye? Igen. Egyértelműen a halálfélelmet generálják folyamatosan, hogy Covid meghalsz, kész. Tehát, az a nagy szerencsénk. És gyilkolja az immunrendszer, bocsánat. Hogy igen, az a nagy szerencsénk, hogy mi azt a nyelvet beszéljük, amire azt mondjuk, hogy a mágusok nyelve, vagy az alkimisták nyelve. Hát ott van a félelem. Félelem. Ugye a valóságunkat 4 elem építi fel, tűz, víz, föld, levegő. Nagyon érdekes, hogy a fizikában van ugye hidro dolgokkal foglalkozó tudomány, van az anyagi dolgokkal, van a levegővel foglalkozó, de a tüzet mintha direkt kihagyták volna. Ugye van a 4 elem, aki a 4 elem tudatába van, annak van elemi tudása. De aki ezeket az elemeket nem ismeri, vagy csak felét ismeri, az fél elemben él. A félelem az mindig egy nem tudás. Mindig attól félünk, amit nem ismerünk. Például a sötétség. Sötét van, az emberek félnek, ja Istenem, mi lesz? Fölgyújtják a villany, rögtön nem félnek. Tehát az a dolgoknak az a része, ami ismeretlen, félelmet vált ki belőlünk. Hát akkor ismerjük meg. A vírus előadás erről szólt, hogy nem kell félni a vírusoktól, meg kell őket ismerni, és túl kell járni az eszükön. Egyébként ma a tudomány és a tudósok
sokkal jobban félnek a szuperbaktériumoktól, mint a vírusoktól. Na, kicsit beszéljünk el, ugye ez Floridához kötődik, amikor az olaj kifolyt, és kifejeztettek egy baktériumot, ami az olajat képes volt fölzabálni. De miután megette az olajat, elkezdte az összes élőanyagot enni a tengerbe, ezek a szuperbaktériumok kikerültek most már az emberek közé. És akkor egy kicsit több információt legyen kedves erről. Nézd, minden baktériumnak, minden szuperbaktériumnak én igyekszem az információját rögzíteni, és ha információ szinten odaadom a szervezetnek, akkor a szervezet immunrendszere ezt megoldja. Egy a lényeg, tájékoztassuk az immunrendszerünket, milyen feladatot szeretnénk vele elvégeztetni. Ha megengedsz egy gyakorlati példát, több helyről megkerestek kórházakból, hogy például egy egyszerű kis térd műtétnél nem gyógyul a térd, nem gyógyul a boka. Egy-másfél éve bent feküdtek emberek a klinikánkon, mert nem gyógyult a seb. Genyesedett, vérzett. Ez a Streptococcus pyogenes, a húsevő baktérium. Elkészítettem ennek az információját. 2 héten belül minden beteget kiengedtek a kórházból. De, és itt jön a de. Ezek a szuper információk, teremtő információk csak akkor működnek, ha egy protokollt betartunk. Ez a Matrix Drops protokoll. Most erre megint nem térnék ki részletesen. Megvannak azok a lépések, amit meg kell ahhoz tennem nekem, hogy a segítség működjön. Tehát itt kell egy önismeret, itt kell egy önkontroll, itt kell egy önfegyelem, itt kell belátni azt, hogy önmagunk vagyunk önmagunknak a legnagyobb segítség. Minden tudós elmondja, hogy nem az oltások fognak meggyógyítani bennünket. Nincs olyan oltás, hanem az immunrendszerünk. És nagyon sok ember mond nagyon sok mindent, hogy így működik az immunrendszer, meg úgy működik. Én azoknak a véleményét hallgatom meg, akiknek eredményei vannak. Nálam az eredménye egy A betű. Azzal tárgyalok, azzal beszélek, azoktól tanulok, akinek eredménye van. És szeretem azokat az embereket, akik előre elmondják, hogy mi várható, és nem utólag okoskodnak. Ugye ma azért a rengeteg kis tudós van idézőjelben, ami abban a tudományos gondolati körben tud mozogni, amit ma a tudomány elfogad, de állandóan falakba ütköznek, mert valamit kihagytak belőle. Amit én szeretnék tőled kérdezni, az nem akarok nevet mondani, az elmúlt hónapban egy nagyon jó barátom halt meg úgy kórházba, hogy kijött, leszették a gépről, már stb., és ez a kórházi vírus vitt el 4 óra alatt. Tehát, hogy tudod, van ez a szuperbaktérium a kórházakban, ami ölik az embereket, ezen is lehetne segíteni egyébként? Hogyne. Eleve, ha bemegy az ember a kórházba, tehát nekem bárki ismerősöm, ha kórházba kerül, vagy egy műtét előtt áll, lehet az vakbélműtét, tétműtét, bármilyen műtét, mindig beszedi a műtét előtti Matrix Dropsokat, amik fölkészítik arra, hogy műtét várható, és fölkészítik arra, hogy ezek a bizonyos szuperbaktériumok ne tudjanak ráhatni. És műtét után van egy másik információm, amivel meg a felépülést gyorsítjuk meg. De erre készülni kell. Ott kell, hogy legyen a kis táskába, hogyha ne adj Isten egy balesetért, legyen mihez nyúlni. Pontosan 20 évvel ezelőtt fogalmaztuk meg, hogy ez az évszázad az információs gyógyításnak lesz a százada. Igaz, de amikor információs gyógyítás eszközeiről kezdünk beszélni, akkor még mindig így néznek, mint te, téged igézlek, pulyka a lucernásba, igaz? Igen. Igen, és amikor megismerheted az emberekkel ezt, hogy van egy adott problémád, oltottál, vagy nem oltottál, stb. Itt van ez a drossz. Milyen módon fogadják, hogy fogadják ezeket a segítségeket? A tanítványaim természetesen fogadják, mert... Hány tanítványod van Magyarországon? Hát körülbelül 80 ezer ember. 80 ezer ember, jó. Ez csak a szűk kör. Köszönöm, de is, közéig tartozhattam ott szíveken keresztül. Nagyon nagy tisztesség nekem, de ez csak Magyarországon. Felvidék, Erdély, Ausztrália, Kanada, Egyesült Államok, Írország, Anglia, Afrika.
Hát az egész világon, Japán vannak tanítványaim, és ezt a tanítványt úgy értsd, hogy akik előre gondolkodnak, akik tesznek magukért, és nem azt várják, hogy majd valaki tegyen, hanem ő megtesz magáért mindent, előre gondolkodnak. Nagyon fájó dolog az, amikor nagyon sok szülő azzal keres meg, hogy a gyermekük megtorpant a fejlődésben. Hát ez ők torpantak meg. 1991 előtt számokat láttam erről a dologról. 2500 gyerek közül egy volt autista. 1991-ben, 91 napjainkban minden 50. gyermek autista. És egyértelműen elmondják a kutatók, hogy aki glutént és tejet eszik, azoknál ez a probléma, ha elhagyja a glutént és a tejet, 50-60%-kal javult, de nem tudtak tovább menni. És elmondják a kutatók azt is, hogy egyértelmű koleráció van, összeesés azzal, hogy 1991-ben duplájára emelkedtek a gyermekoltások, és az oltóanyagok mellékhatása, és itt hangsúlyozom, itt nem a maga az oltóanyagnak a problémája van, hanem a mellékhatások. És nagyon komoly előfeszítéseket tettünk azért, hogy ezek a gyermekek közül minél többen helyre jöjjenek, és nagyon szép eredményeket értünk el. És ha megengedsz egy nagyon rövid kis ismertetőt, a szakmai irodalom azt mondja, hogy ezeknek a oltásoknak enyhe reakciói, hogy lázas, ingerlékeny, allergiás lesz a gyermek, neurológiai tünetek lépnek fel. Súlyosabb esetben hallás, látássérülés, agyhártyagyulladás. Egy szegedi professzort hallgattam a fülről, és elmondta, hogy 100 gyerek közül bizony egy-kettő megsüketül, és a hallgatók közül egy hallgató megkérdezte, és miért? És mondja, hogy egyértelműen az oltás következménye. Tehát az oltás elképzelhető, hogy életeket ment, de megvannak, hogy miket okoz. Keményebb tünetek, szklerózis, autizmus, cukorbetegség, asztma, reuma, tehát ezek tudományos tények. Most kérdezek tőled valami durvát, jó? Hogy szokják. Igen. Egy barátom mesélte, hogy az ő pici gyerekét, mikor elvitte beoltani, fogta, és mikor kihozta, azonnal egy köpőjel kiszívta a méreganyagnak a 99%-át, 5 percen belül beszélünk. A kérdésem a következő. Az oltásnak az a védő információ tartalma, ami egyébként régen ugye minket csak megkapartak, és igen, ugye karcolás, így van. Fürkésző sejtek, a fürkész immunsejtek felvették az információt és működött. Ez a módszer működhet-e legalábbis a nehéz szemek kivételére, és az az információ, amit egyébként az oltásnak meg üzennie kell, az működhet-e? Talán igen, talán nem. Nem tudhatom, nem vizsgáltam. De semmi baj nem volt a gyerekének, azóta se, tehát, hogy és több ismerősömtől hallottam. És hány oltott gyereknek semmi baja, de van, akinek meg nagy baja van. Tehát egyik gyerekkel semmi baj nincs, másikkal baj van. És én mindig azt vizsgáltam, miért van az, hogy egy-egy gyerekkel baj van. De abban a közösségből én élek, ez a szám sokkal magasabb, mint az 1-50-es. Tudom. Tehát, és gyerekorvossal beszélem én ezt meg, és tudom. És a problémát annyira komplex, én ezért hoztam létre a Matrix Drops Computert, ezért kértem segítséget a szellemvilágtól, hogy ezt komplexen kell látni, hogy mi mindent csinálnak azok rosszul, akiknél egy oltás ekkora bajt tud okozni. De a glutén meg a te egyértelmű. Az egyértelmű. Egyértelmű a lektinek miatt. Nekem van egy nagyon jó kérdésem még, bocsáss. Ugye te létrehoztál egy szellemi közösséget. Igen. Amikor 80 ezeren vagyunk, ez egy olyan erős csoporttudat, ami egyébként a közös információ mezőn belül van, de azért mégis elkülönül, aminek az információ a Matrix DOS például, igaz? Ami, vagy Kovács Magyar András, amihez köthető. Ez a szellemi közösség milyen
újabb közös eredményeket hoz, vagy hogy működik egy ilyen, egy nagyon jó behatárolható szellemi közösség, ami nyelv és mindenféle akadályok nélkül, ugye, mert hogyha itt meg Japánban mindenütt ismerik már ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a szellemi kört, akkor ennek valamilyen módon működnie kell belül is. Ez hogy működik nálatok? Nagyon érdekes a működése. Én kezdetén fizikai dolgokkal foglalkoztam, aztán energetikai dolgokkal, aztán amikor pszichológiát, lélektan tanultam, lelki dolgokkal, igyekeztem megismerkedni a vallásokkal, de a vallásokban nem találtam meg a szellemet, amit kerestem. Kijártam a tudományok útján, de nagy kérdésekre nem kaptam meg a választ. És elkezdtem együtt gondolkodó emberekkel tovább menni szellemi szintre. Találtam ilyen embereket. Vigyázok rájuk, hogy egészségesek legyenek testileg, lelkileg, szellemileg. Ők vigyáznak magukra. De már családon belül észre lehet venni, hogy valakinek elfogadja a gyermeke vagy a felesége, de már az anyukája, a testvére nem fogadja el ezeket a dolgokat. Az előző adásunkban beszéltünk arról, hogyha egy világos gondolatot, egy világos dolgot valakivel közölsz, és abban a valakiben sötétség van, kiveti magából ezeket a világos dolgokat. Ott van mellette a sötét erő, aki szinte kiveszi az elméjéből, nem hagyja, hogy megvilágosodjon. És a tanítványaimat erre folyamatosan fölkészítem, hogy persze az ember elvárja, hogy a legközelebb állók higgyenek ezeknek a szellemi dolgoknak, de nem várhatjuk el. Mert lehet, hogy éppen a szomszédom fog, vagy egy barátom, és a közvetlen környezetem nem. Az egy áldás, amikor a családban is van egy összhang, amikor a családban is el tudják fogadni a világos dolgokat, és nem kell küzdeni az emberekkel. De a legfontosabb önmagunk vagyunk, hogy mi sötétek vagy világosak vagyunk, hogy én elé megyek a dolgoknak, vagy elvárom, hogy majd én rajtam valaki segítsen, hogy az egész életem preventíve, előre gondolkodom-e, vagy áldozatnak tekintem magam. Még egy szakmai kérdés. Ugye mondtad, hogy lépés fizikai szintről jutottál az információs dolgokhoz, és most jelenleg a Matrix dobszok információt tartalmaznak, és még azt a minimális anyagi része, amivel egyszer támadtak téged, amikor homeopátiával foglalkoztál, ezt hogy élette meg, hogy már az a csepp se kell bele, ami a homeopátiánál egy alaptézist hordozott, és az információ, tehát hogy stabilan tudod a víz struktúrájába az információt hordozni, azt, amit akarsz. Egyébként van, akinek nekem számomra evidencia, ugye ezt még nehezebben nyelik le, mint a homeopátiát már nagyjából elfogadták, mert ezt mennyire tudják elfogadni, hogy a víz információs tartalmával, ha megkóstolják egyébként másabb két mátrész dobsz, akinek vannak érzékszervei, információ különbséggel, íz szempontjából is más. Ezt hogy fogadja a világ? Mert ott voltam, amikor téged ez a homeopátiát, ugye most látjuk, hogy mi történt, téged találtak meg először, és egy nagyon hosszú ideig azért ez befolyásolt az élet, nem a te életedet, hanem foglalkoztak veled, hogy fogalmazzunk így, és akkor most információs cseppeket adsz, aminek már anyagi szinten sincs tartalma. Igen, itt van egy alapkérdés, hogyha valaki elolvassa például a homeopátiáról szóló törvényt, a törvényben pontosan le van írva, hogy ez egy filozófia. A filozófia van elfogadva. És néha látok műsorokat, hogy próbálják bizonyítani, hogy ez nem tudomány. Persze, hogy nem. Miért? Ki mondta, hogy tudomány? Ez filozófia. Ha lehet úgy mondani, ez nem az elme tudása, hanem azon fölül van. És még a homeopátiában tetten érhetők a rezgések, a potenciálok. Az információ világa az nem egy potenciált rezgő világ, hanem szintiszta információ. Nincs benne se anyag, se rezgés. Egyébként az, hogy most valami anyag vagy rezgés,
ugyanarról beszélünk, hiszen a fénynek is kettős természetes van, hol foton, hol rezgés. Ez ugyanaz, ez még az anyagi világnak egy finom megnyilvánulása. Hát az információ a formába képes rezgésé alakulni, ami után energiát. Hú, láttam ezt. Inkább úgy fogalmazzunk, hogy ez nem is egy ilyen hagyományos fogalmi rendszerbe vett információ, mint az adat, vagy a bit, vagy a byte, vagy a... Ez teremtő információ. Aha. Arról a Matrix dropsoknál teremtő információkról beszélünk, amit Max Planck pontosan megfogalmazott, és így mondta, hogy a Matrixban van egy olyan tudat, ami megmondja, egy olyan tudatosság, ami megmondja, hogy miből mi legyen. És amikor azt mondjuk, hogy tudat, akkor nyugodtan behet helyettesíthetjük, hogy isteni tudat. Jó. Ugye van egy közös ismerősünk, nekem inkább barátunk, te még távolról ismerted Masaru Emoto urat, aki képes a vízinformáció tartalmát lefotozni, mert sajnos nem él, de ő egyébként nagyon szeretett volna a magyarországi laboratóriumot is készíteni. Nekem ez egy hátizsák még, amit meg kell csinálnom. Milyen nagy dolog lenne, ha megtudnánk az információt fotószinten, vízszintes szinten jeleníteni a Matrix Drops információit. Igen, ennek végül is úgy igazán nagy akadálya nincsen már a mai világban, de Emoto úr is egy pillanatban, hogy ugye megfagyott az a kristály, akkor tudta, megolvadt, és utána nem tudta. Én a vízből is meg tudom mérni az információkat, nekem nem kell ahhoz, hogy kristályossá váljon. A stabilitásról volt ott, bocsánat. Igen, tehát, hogy... de az én mátrixaim 20 év után is stabilak. Ezt akartam elmondani. És a műszeremmel pontosan megmérhetik. Azért kell a fagyott vizet fotózni. Igen. Mert a víz az egy prostituált, bocsánat, ezért az eszi kifejezését. Igen, ezt te is szoktad használni. És amikor a külső világból információ érkezik, a víz a rezgések ruháját hordja. És mindig a legmagasabb. Mindig a legmagasabb, így van. Na most, amikor én stabil potenciális, meg információ tartalom van a Matrix dobban, mert ez a nagy dolog, tehát nem információt betenni, bele tudok ebbe bármit tenni. Stabil. Hogy ez megmaradjon stabil. Így van. Na ez a tudásnak a lényege. Régen ezt aranykolloiddal, mert mindennel próbáltuk, de fél évnél tovább nem tudtunk stabil információkat tartani. Tehát, hogyha információgyógyászatról beszélünk, a verifikáció, a bizonyítás, az meg pontosan úgy lesz, hogyha ezeket az információs képeket meg tudjuk mutatni, mert az fogja őket megvilágosítani. Ettől már sokkal tovább vagyunk. Hol vagyunk, hiszen komputerre pontosan meg tudjuk mérni. Nem kell, hogy most téged én lefényképezlek, az egy dolog, de én rólad mindent tudok, nem csak az, hogy nézel ki, hanem mindent tudok. Az összes titkomat. Az összes titkodat. És ez a lényeg, ha egy beteg, egy most érzs jól, tehát én nem is úgy hívom ezt, hogy ez valójában egy öngyógyítás. Téged késztetlek arra, hogy meggyógyítsd magad. Ez nem a klasszikus értelemben vett gyógyítás. Tehát lehetőséget azzal az információval, hogy te korrigáld magad. Igen, ez egy tudatos hozzáállásom is szükséges hozzá. Legalábbis, hogy ne legyen benned ellenállás. Aha. Hiszen ha te nem veszed be, van egy ellenállás, akkor nem fog történni. De ha beveszem és nem teszem mellé azt, hogy ez velem mit tesz, ugyanúgy konstellálok. De hogyha te gluténmentessé válsz, jó helyre teszed, földsugárzásmentes helyre a fekhelyed, hogyha te a mentális erős képességeidet erősíted, most értsd jó a protokollt, összerakod, akkor ez fantasztikus dolgokat tud művelni, de egyébként is működik. Csak a működésnek az eredményessége az már te tőled is nagyban függ. Ha össze szeretném foglalni ennek az 50 percnek a gondolatait, akkor legalább 10 oldalt tele tudnánk írni megint ezzel az információ sokasággal, ami itt elhangzott. De ugyanakkor az kell, nekem mi jött le? Az jött le, hogyha én nem vállok felelősséget a saját egészségemért, nem vállok felelősséget mindenért, ami velem történik, akkor kívülről jövő segítség segíthet, de nem lesz soha olyan eredményes, mint ahogy azt a szándékozó a segítő, illetve ahogy nekem erre szükségem lenne. És a vírusokkal kapcsolatosan is igenis, aki vagy beoltott, vagy nem beoltott, de egy közösségben élünk, és mindnyájunkra ez hatással van, éppen ezért mindnyájunknak ezzel foglalkoznia kell. Neked mi a jövőre
vonatkozó elképzelésed. Ugye a 80 ezer ember tanítványnak, meg nem tudom hány száz ilyen mátrizos komputer, gondolom ezre számba van, ez azért egy akkora szellemi információs potenciál, amivel mindenféleképpen most már számolnia kell, ugye a tudományos világnak, mint azoknak is, akik felhasználják. Nem szeretném még a tudományosság látszatát sem kelteni. Ez egy filozófia, amit képviselek. Föl kell arra készülni, hogy ennek a mai járványhelyzetnek nem lesz vége. Tehát ez nem olyan, hogy jött meg, elmegy, hanem erre föl kell készülnünk, ezzel kell együtt élnünk. És a prevencióra hívom fel a figyelmet. Sokkal több figyelmet kell fordítanunk magunkra. Egy olyan jóléti társadalomba élünk, ahol az embereknek minden figyelmét elveszi az autója, a hajója, az üdülője, a háza, ezek a jóléti dolgok elvitték a figyelmünket, és mindenre oda kell, hogy figyeljünk, de elfelejtettkeztünk valakiről, önmagunkról. És öntudatunkra kell ébrednünk. Ezt meg kell tanulni. Ez egy tudás. Autodidakta módon is el lehet indulni, de vannak, akik ennek a rendszerét már fölépítették. És én mindenkit arra bátorítanék, hogy kezdjen el önmagával minél többet foglalkozni. Tehát mutassuk be magunknak a tükörbe a legjobb barátunkat, aki legjobban szeret bennünket. Így van. Van egy mondás erre, hogy Pászorfi János professzor barátom mondta, hogy benézek a tükörbe, de csúnya vagy, de azért megmosdatlak. Tehát, hogy ennél sokkal többet kell. Tehát ő a legnagyobb barátunk, ő a mindenünk, ő a kapcsolatunk a felső bénünkkel. András, én nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Tudom, hogy is megint lassan elutazol, vagy hamar elutazol, hogy időről időre, amikor itthon vagy, akkor gyere már el hozzánk, és mindig szerintem annyi új információt tudunk mondani az embereknek, és nekünk olyan nem nehéz beszélgetünk, mert 30 év óta beszélgetünk, és nincsenek már titkok a másik életében, és remélem tudtunk a kedves nézőnek is adni valami újat. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, VNTV-t, ahogy Viva Natura televíziót láttak, viszontlátásra. Thank you.